Nagyport kavart Novák Hunor néhány napja Mokkában, amikor bevette, hogy ő fogalmazott egy halálos adagnak megfelelő mennyiségű homeopátiás altatót. A műsor után rengetegen támadták a fiatal orvost. Most felidézzük a történeteket a Mokkában, aztán Novák Hunorral beszélgetünk. Most élőben fogom elveszíteni a úgymond homeopátia szüzességemet, hoztam is egy ilyet, ha be tudja mutatni. Ezt tegnap vettem egy kifejezetten homeopátiával foglalkozó gyógyszertárban. Személyre szabottan kértem a legerősebb homeopátiás altatót és nyugtatószert. Ebből néhány szem a napi adag. Most mondták nekem, hogy vigyázzak a dozírozással. Kérdeztem, hogy mi van, hogyha véletlenül fél üveget megeszem, hát mondják, hát abba bele lehet halni. Mondtam, nagyon jó, akkor két üveggel kérek. Most nyilvánvalóan ezt senki ne csinálja utánam, de most itt élőadásban szeretném bebizonyítani, hogy a homeopátia egy blöff. Tehát nem működik, mert semmi nincs benne, úgyhogy én most ezt a több százszoros mennyiségű altatót... De ne vegye be, doktor úr, most nem azért csak... Ezt megeszem. De ezt nem így kell. Oké, csak hát most jó, két óra múlva felhívjuk, hogy elaludt-e. Nem fogok elaludni, semmi fog történni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Én szeretném megőrizni az egészségét. Doktornő, doktor úr, köszönjük szépen, hogy ezt köszönjük. Próbáltuk. Éppen is egészségesen látjuk vendégül Novák Hunor orvost. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hát örülünk, hogy jó van először is. Kapott hideget, meleget az elmúlt napokban. Okkal, ok nélkül mit gondol erről? Hát én főleg meleget tapasztaltam. Igen? Mi a hideget is látjuk. Hideg is volt. Ezt éreztem, mellékhatást viszont nem. Tehát gyakorlatilag egy ásítás, egy gyomorfájás, egy kis álmosság se jött rám. Nem véletlenül, hiszen gyakorlatilag ebben nincsen semmi. Tehát amit mondani szoktak, hogy ebben információ, meg tudás van, ez egy természettudományos nonsens, tehát tényleges hatóanyag, semmi nincsen benne. Miért piszkálja a homeopátiát? Tehát miért zavarja önt ez az egész dolog? Egyre nevezzük dolognak akkor, mert nagyon sokan meg azt mondják, hogy meggyógyulnak tőle, jobban vannak tőle, miért nem hagyja, hogy ebben higgyenek? Miért zavarja önt ez? Itt két dologot emelnék ki. Egyrészt a homeopátia úgymond a legfőbb szobra az áltudománynak, és nagyon abszurdnak tartom, hogy gyakorlatilag bemondásra, tehát úgymond beböfögésre mondhatják a gyógyszertárban, hogy ez mire jó, anélkül, hogy bármiféle komoly tudományos vizsgálatot folytattak volna le. És én abszolút ellenzek minden olyan dolgot, amely csak arra jó, hogy vékonyítja az emberek pénztárcáját, és azért lássuk be, nekünk orvosoknak nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy a homeopátia elterjedt, méghozzá azért, mert én azt látom, hogy nagyon sok embernek elege van abból, hogy elmegy a házi orvoshoz egy vírusfertőzéssel, és egy rakat egyébként felesleges gyógyszerrel, antibiotikummal és egyebekkel jön el, és ebből nőtt ki ez az ág, hogy akkor megpróbáljuk gyakorlatilag homeopátiával az kezelni. Egyébként tisztában van a doktor úr, hogy a homeopátiás szereknek a beszedési módja egyébként nem ezt, mert hogy nem szabad összerágni, illetve nem érintkezhet fémkanállal. Hát gyakorlatilag ez egy, hogy mondjam, már egy ilyen vallás veszi körül a homeopátiát, hogy olvas... Igen, csak nyilván sokan támadhatják mondjuk emiatt, igen, hogy nem szakszerűen vette be. Természetesen ezért nincs is hatása az adagnak. Igen, meg tudjuk, hogy a mobiltelefon, a bekapcsolt mobiltelefon 20 méteres körzetbe tönkre teszi a homeopátiás szert. Ez nem vicc, ez tényleg megtörtént. Tehát gyakorlatilag a homeopátia az gyakorlatilag ilyen energetizálás, távgyógyítás, és most elnézést, hogy ezt mondom, de a Budapest TV legjobb pillanatai egy cukorgolyócskába bezárva, amit régen láthattunk a televízióba, tehát egy teljesen abszurd állapot. De várjon egy picit, azért ez ennél egy kicsit komolyabb kell, hogy legyen. Nekem nagyon sok ismerősöm van, és sok embert megkérdeztem most, hogy vártuk ön, és nagyon sokan túl vannak klasszikus orvosi, akadémiai orvosi kezelésen, és nem vált be, és nem gyógyultak meg. Ezek nem halálos betegségek, de komoly súlyos betegségek. Majd a közelébe kerültek a homeopátiának, amitől jobban vannak, kvázi meggyógyultak. Erről mi a véleménye, mit gondol erről? Én azt látom, hogy nagyon sok betegség alapból meggyógyul, és én nagyon nehezen... Hát ez a placebo hatás. Egyértelműen placebo hatás, és én nagyon nehezen tudok, sokszor bevallom, a szülőkkel dűlőre jutni, amikor azt mondom, hogy hát bízzanak a gyerek immunrendszerében, meg fog gyógyulni. És nagyon nehezen tudják elfogadni azt, hogy nem kell kényszeresen mindig valamit adni a gyereknek, hanem türelemre, szeretetre, mesélésre van szükség, és ezzel meggyógyulnak ezek a betegségek. De feltétlenül fordítva is a kérdés, hogy mi hatna a homeopátiában. Rengetegen lepontozták ugye a homeopátia pártiak, hogyha nevezhetjük így az ön oldalát, ezzel statuálva azt, hogy nem értenek önnel egyet. Milyen negatív kritikákat kapott?
Hát most nem tudom a pontos állás, de talán 120 negatív értékelés van, és több mint 3000 pozitív. Én abszolút azt gondolom, hogy kritikának mindig helye van. Gyakorlatilag, hogy milyen negatív kritikákat kaptam, hát itt igazából érdemi vitát, ezt nagyon sajnálatosan nem lehet folytatni, mert gyakorlatilag mindenki arra hagyatkozik, hogy én meggyógyultam tőle, az én gyerekemnél levitte a lázat. Uh-huh. Ilyesmiről beszélünk. Én meg azt tudom mondani, hogy én meg lebeszélem a szülőket például az indokolatlan lázcsillapítóadásról, azt mondom, hogy ebből a pénzből vegyenek egy jó gyümölcsöt, vagy egy mesekönyvet a gyereküknek, és ezek a gyerekek is. Nem férhet meg a kettő egymás mellett? Hát én azt mondom... Ha így is úgy is van pozitív eredménye, tehát meggyógyul? És még úgy is, hogy esetleg ön azt mondja, hogy placebo. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy nem én mondom, hanem ezek a tudományos tények, tehát rengeteg vizsgálat történt ezzel kapcsolatban. De hogy... azzal is rengeteg vizsgálat történt, hogy van hatása, tehát hogy ez ugyanúgy pro és kontra. Nincs, tehát pont ezt mondta ki gyakorlatilag a Európa Tudományos Akadémiák tanácsadó testülete, hogy áttekintve a vizsgálatokat a homeopátiának semmilyen hatása nincsen, csak placebo. És ez gyakorlatilag a tudományos álláspont is. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas téma, és sajnos nem tudjuk folytatni, mert ennyi időnk jutott, de én nagyon remélem, hogy még találkozunk és tudunk róla beszélni, mert engem például nagyon érdekel, és lenne egy személyes példám is, de nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.